Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Középpont a Hit Rádió közélettel foglalkozó műsora. A mikrofon mögött nagyon Imre, a mai vendégünk pedig Varga Ádám, a The right YouTube csatornának a tulajdonosa, illetve a Pesti TV műsorvezetője, üdvözöllek. Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye neked van egy több mint 20 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube csatornád. Mi volt a motivációd, amikor te ezt az egészet elkezdted? Hát igazából ez egy, ez egy hosszú történet, és igyekszem rövidre fogni. Az volt a motivációm, hogy én, én, már akkor Angliában éltem, és én elkezdtem igazából YouTube-ot nézni, meg mindenki YouTube-ot néztem, és rátaláltam, tehát találkoztam olyan társadalmi problémákkal, amik, amik akkoriban még teljesen ilyen, ilyen kirívónak tűntek, ma már, ma már, normális társadalmi problémáknak számítanak. Most mondok egy nagyon olyan sarkos példát, Svédországban nem semlegesnek neveli valaki a gyerekét, és így legyintettem, hogy hát ez, ez tiszta nonsens, hát biztos nem lesz ebből divat, mindig van egy-két kirívó eset, elszigetelt esetek, ahogy szokták mondani. Bejött a migráció, és akkor láttam, hogy hogy a nyugat nem úgy kezelte ezt a migrációt, ahogy én elképzeltem, hogy kezelni kellene vagy kezelni ke fogják. És rátaláltam olyan tartalmakra, amik, amik konkrétan ezeket elmagyarázták, hogy miért hülyeség az, amit csináltak. Megcáfolták a, ma, ma már nevezhetjük a vók vagy liberális értékrend képviselőjének a szavait. És amikor 18 előtt, 17 végén, 18-ban jöttek a választások, akkor Magyarországon is szárnyra kaptak olyan hazugságok, amik ami konkrétan, tehát egyszerűen ne, egyszeren nem bírtam szólni és azt mondtam, hogy ilyen kell valaki, tehát muszáj valakit találni, legyen már Magyarországon is egy olyan youtuber, aki ezeket száfoly, és én azt hiszem, hogy másfél, vagy két hónapig kerestem, decembertől februárig kerestem az interneten, hogy biztos Magyarországon is van egy polzsazepac, senki nem volt konkrétan, vagy hogy én nem találtam meg, és az történt igazából, hogy akkor nagyon dühös lettem, mert most nem akarok így már az első, nem tudom, két percben gyurcsányozni, de Gyurcsány Ferenc készített egy videót a kárpátai magyarokra, ami engem nem mondom, hogy nem úgy érintett meg, hogy most úristen, most megsértett, inkább hazugságnak tartottam, mert hazugságokat állított, és nem volt senki, aki ezt megcáfolja, és mondtam, akkor jó, akkor összeírtam egy skriptet, és akkor nagy, nagy, nehezen fölvettem egy videót, az volt a legelső videóm, és úgy készült el, hogy a választások előtt, azt egy pár, három vagy négy héttel ment ki, és Youtube-on és Facebookon összesen ez ilyen durván 400-450 ezeres megtekintésnek örvendett, és akkor aztán készítettem még egyet, egy, egy, általánosabb témáról, az nyilván kevesebb megtekintést, és még egyet megtetszett, és aztán, aztán itt maradtam. És hogy látod a, Youtube, tehát te, mint jobb influencer a Youtube, az, neked gondolom nem olyan kedvező, vagy milyen, miket tapasztaltál ezzel kapcsolatban, hogy jobboldaliakat mennyire húzza be, vagy... Nem tudok erről, erre nem tudok mit mondani. Én a YouTube-nál azt látom, mint a Google-nél úgy általában, ott azért a pénz dominál. Mondok egy nagyon érdekes példát, amikor a Google-hoz beregisztrálsz, mint fiókot készítesz, megkérdez, hogy milyen nemű vagy, férfi nő, és aztán beírhatod magadnak. Amikor viszont hirdetni próbálod a termékedet, a videóidat, akkor azt kérdezi, kinek szeretnéd hirdetni, férfiaknak vagy nőknek, pont. Tehát, hogy a Google az még mindig inkább ilyen profitorientált ebből a szempontból, és én azt tudom csak mondani, hogy ha nem mond az ember olyan nagyon-nagyon szélsőséges dolgokat, akkor a YouTube nem igazán piszkálja. Illetve magyarul annyira nem, Max annyit csinál, hogy nem monetizolja a videóirat, vagy úgy érzékel, hogy nem mehetnek rajta a hirdetések, de nekem még nem volt olyan videó, amit levene. Dacára annak, hogy a trollok napi szinten jelenti kb. 50-szer. Szerintem a trollok ők úgy jönnek, ide, úgy jönnek a csatornádra, hogy fizetik őket, vagy pedig önszántukban. Nem szeretnék paranoiásnak tűnni, tehát nem szeretném ezt kelteni, viszont több jel is utal arra, hogy ezek konkrétan olyan szakképzett trollok, -ok, akik konkrétan ezzel foglalkoznak, mert olyan algoritmusok alapján trollkodnak, hogy, hogy egyszerűen nem is, tehát látszik rajta, hogy ő azért járod, és amikor valaki ott hagy mondjuk ezer hozzászólást a csatornámon egy mondom, egy hat hónapos fiókkal, akkor az picit gyanús, és nem hiszem, hogy valaki, valakinek van annyi szabad ideje, hogy ezt megtegye. Ráadásul olyan, olyan szintű ismereteik vannak, úgy hozzá tudnak szólni szinte minden egyes témához, hogy arra gyanakszom, hogy ezek az emberek képzettek, vagy legalábbis ezzel foglalkoznak, illetve szervezetten teszik, amikor az egyik kommentelő, az egyik, bocsánat, az egyik tró kommentel rögtön jön a másik, és alátámasztja. nagyon, nagyon ügyesen dolgoznak, vagy azt is el tudom képzelni, hogy ugyanaz a, ugyanaz a személy kezeli a többi profilt. De erről voltak videóim, megrendeztem a trollok harcát, lesz trollimpia, és ott összeszedtem ezeket a kommenteket, hogy melyik volt a, leg, a legelvetemültebb. De nagyon durvákat csinálok néha. Láthatjuk azt, hogy a legnézettebb YouTube videók és a legnézettebb YouTuberek általában baloldali vagy liberális értékrendet vallanak. Ezt szerintem minek köszönhető? Tehát mi az, ami miatt ők inkább ezt az oldalt képviselik? A másik pedig az, hogy vagy ez van, vagy az, hogy egyáltalán nem is foglalnak állást társadalmi és politikai kérdésekben. Szerinted ez miért van? Hát igazából az az érdeklődés, ha megfigyeljük a YouTube demográfiát, az, hogy kik nézik a YouTube-ot, melyik korosztály, akkor láthatjuk, vagy beírjuk a YouTube trendeket, hogy mik a YouTube trendek, akkor láthatjuk, hogy mely videók pörögnek. Most, hogyha most mondok egy nagyon egyszerű példát, ha Potyondi a készít három videót, abból lesz egy főzős, lesz egy, lesz egy nem tudom, családtámogatás, lesz egy az elhagyott kiskutyákról, azt többen fogják megnézni, és majd három videó után bedob egy politikait. És nem, de ők nem annyira nyíltan politizálnak, mint mondjuk egy jobboldali influencer, és én úgy érzem, ezt a jobboldal egyik hibájának tartom, hogy mi nem vettük ezt időben észre. Ők nem direktben politizálnak, ők felé egy karaktert, majd belecsempészik a politikát, és nem állítanak soha semmit. Itt a mi oldalunk hibás, mert mi sokszor állítunk, ők nem, ők sejtetnek, és úgy adják elő, mintha te gondolnád azt, amit ők gondolnak, holott, holott igazából meg vagy vezetve de ők nem politikai tartalmat gyártanak alapból, csak három-öt videónként belenyúlnak a politikai témába, mikor már amúgy is hitelesek a nézők számára. Akkor várhatjuk azt tőled, hogy mondjuk elkezdesz gamer tartalmakat csinálni, és akkor közéjük fűződ majd egy-két egy politikai videót. Nem, én ilyet nem csinálok. Annak, dacára annak, hogy van game, gameplay videóm, mert én, én aktívan játszom videójátékokat, már amennyire aktívan megteltem a szűkös időbeosztásom miatt, de én játszom játékokkal, Készítettem egy-két gamer videót, gameplay videót, de annyira nem érzem azt, hogy ezt, hogy nekem efelé kellene nyitnom, meg úgy érzem, hogy aki kíváncsi a tartalmamra, az megtalálja, mert összegyújtott lassan 23 ezer ember, és, és szerintem ez szépen növekszik ez a csatorna. Az, amikor csinálsz egy videót, akkor te milyen, mi alapján csináltad, Tehát, hogy honnan jön az ihlet? Mert látjuk azt, hogy amikről beszélsz, arról a magyar média általában nem számol be, vagy réteg, és én nem látom, de hogy olyan botrányokat én nem szoktam olvasni, amiket te feldolgozó például a videóidban. Engem ez érdekel. Tehát nem tudom neked megmondani, látok valamit érdekes, én kategorizálom ezeket, külön mappáim vannak, ami környezetvédelem, migráció, mit tudom én, Amerika, angol vidék, tehát németek, tehát külön ilyen mappáim vannak, és ha van valami érdekes, akkor úgy, úgy ezeket így bemappázom, összegyűl három, négy, akkor feldolgozom. De nincs, nincs, ilyen konkrét, például nyilván most ugye van egy konkrét eset, amit gyakorlatilag hiba lenne kihagyni, meg muszáj is beszélnem róla, mivel nem is, nem is akár, hogy érintett vagyok a kérdésben, ugye az orosz-ukrán konfliktus. De általában igazából csak az, ami, ami érdekel. Tehát nincs ilyen konkrétum, hogy most mi alapján készítem őket. Te tervezel, ugye láttuk azt, hogy volt az ideológiák terházával egy ilyen korporációs videótok, ahol vitáztatok lényegében. A jövőben még tervezel ilyet, mondjuk esetleg a Robinnal, vagy a Fókusz Ádámmal? Hát én megyek, ahová hívnak <laughs> igazából. Robin megkeresett engem, mert megnézte az egyik videómat, és ugye az ideológiák tárházának a vezér alakja, vagy frontember, mondjuk így, és megkeresett, hogy lenne kedvem hozzá, nekem persze mindig van az ilyenhez kedvem, és igazából egy picit elbeszéltünk egymás mellett abban a videóban, mert míg ő nagyon történelmi vonalon mozgott, és konkrétan ragaszkodott az ideológiák a laboratóriumi állapotához, addig én inkább az aktualitásra, vagy annak a, a mostani helyzetre való kihatására fektettem a hangsúlyt, és nem feltétlenül volt egy vita, mert nem élőben ment, én reagáltam az ő videójára, persze ezt így összeraktuk. Tök érdekes, most itt ez itt a reklám helye, és ajánlom magamat, hogy nézzék meg, illetve az ő csatornáján van, úgyhogy ott néz, őt ajánlom. De tervezek. Fókuszcsoport Ádámra örülök, hogy rákérdeztél. Rendszeresen szerintem havi rendszerességgel írok neki egy levelet, de már gondolkodom a füstjeleken vagy a postagalambon is, mert nem válaszol. Ádám, ha ezt hallod, akkor kérlek válaszolj. Nem, az volt a gond, hogy a Fókuszcsoport Ádám készített néhány videót, amivel én nem értettem egyet. Én, nagyon, én rá is írtam, hogy szeretnék egy vitát erről, ő nem szeretett volna vitázni, különböző okok miatt. Én ezt tiszteletben tartom, megkérdeztem, hogy ennek dacára felhasználhatom-e a videóját, úgymond, hogy kvázi kritizáljam azt, bele is egyezett ebbe, aztán készített rólam, illetve az őt kritizáló, vagy az ő videóját kritizáló videóról egy három órás reakció videót, és élőben, tehát hihetetlen volt, és nagyon szeretnék vele leülni, beszélgetni, kíváncsi vagyok. akkor az... te nyitott vagy erre? Persze, én nagyon szeretném őt meg, nem kamerák előtt, kamerán kívül szeretném megismerni az embert, mert érdekel, hogy, 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 mi alapján jut azokra a következtetésekre, és azt látom, hogy amikor volt most az utóbbi időkben egy ilyen rövidebb, ilyen kis párharcunk, szivakodásunk, tök jó volt, mert ő is poénnak fogta, én is poénnak, és szerintem ez tök jó működött mindkét oldalról, és azt láttam, hogy hogy beroptam a, leg, a legaktuálisabb, aktuál politikai poénjaimat, és nem nevetett, és arra gondoltam, hogy és, és a kommentelők írták is neki, hogy hogy nem érted, hogy miről, és nem érted, hogy miről van szó, és arra gyanakszom, hogy nincsen olyan szintű tárgyi tudása bizonyos témákban, mint amilyen egy olyan embernek, aki napi szinten foglalkozik politikával. Itt nem azt mondom, hogy buta vagy tudatlan lenni, itt azt mondom, hogy nekem sincsen, nem tudom, olyan tárgyi tudásom a belső égési motorokról, mint egy autószerelőnek. Tehát ez, na, csak én nem is beszélek a belső égési motorokról. Hány évet adsz még a csatornádnak? Ugye látjuk azt, hogy... Letöltendőt? <gül> <gül> Arra gondoltam, hogy például ugye YouTube-nál van egy ilyen trend, vagy lehet, hogy lesz egy ilyen trend, hogy a egyre inkább baloldali kezd lenni, és szerinted mikor lesz az, hogy a YouTube azt mondja, hogy akkor most a jobboldali tartalmak közül szitálunk, vagy nem mindent engedünk át? Én nem nevezném az én tartalmaimat feltétlenül jobb oldalinak ilyen a maga kőkemény jobb oldali kontextusában. Miért? Azért, mert én szeretem azt mondani, az én tartalmam független ettől, az, hogy én egy ideológiát képviselek, az, hogy én a, a középpontba helyezem az Isten-haza-család fogalmát, illetve a, a, azt, hogy a magyarság tudatot magát a... Magát a, nem, a vallásról sem feltétlenül beszélek, mert, mert nem várom el, hogy az összes nézőm vallásos legyen, vagy ugyanabban higgyen, amiben én, de én úgy érzem, hogy hogy nem feltétlenül csak politikáról beszélünk. Az, hogyha kritizálunk egy, egy döntést, kritizálunk egy ideológiát, kritizálunk egy helyzetet, az nem, nem kell feltétlenül, hogy politikai legyen. És az, hogy most mi jobb vagy mi baloldali, ezt szerintem nem mi döntjük el, hanem már a spektrum. Miközben, tehát nekem van egy barátom, aki liberálisnak vallja magát, sőt, én azt mondom, hogy 5 évvel ezelőtt én azt mondtam volna, a saját nézeteimmel én is liberális vagyok. Viszont a politikai spektrum annyira eltolódott, hogy ma már, ma már szinte mindenki jobb oldalának számít, aki nem, aki nem hajlandó a vók, a progresszív Left-tel vagy baloldallal egy követ fújni. És itt beszéltünk J.K. Rowlingról, aki konkrétan mindenbe belát, kivéve egy dolgot, nem volt hajlandó elfogadni, hogy a férfiak is menstruálnak, és ezért konkrétan a könyveit elégették. Úgyhogy én kezdem azt érezni, hogy ezen az oldalon mármint a szélső balon gyakorlatilag mindenki szélső jobbosnak számít, aki marx jobbra van. És uh, itt, itt, ez lesz a probléma. Nem hiszem, hogy, hogy a YouTube ez, engem érintene ez a cenzúra, mivel a YouTube, a YouTube algoritmusa nagyon könnyen kicselezhető. Nem szabad olyanokat mondani, ami beleakad. És én rendszeresen olvasom a, az irányelveket, mit lehet, mit hogyan kell mondani, mit szabad leírni, mit nem szabad leírni, milyen címet adhatok, miért nem. Igen, ez cenzúra, de nem tudom megdönteni a YouTube rendszerét, hogy muszáj kooperálnom vele. Akkor te optimista vagy azzal kapcsolatban, hogy ilyen nem lesz. Igen, igen, én határozottan optimista vagyok ezzel kapcsolatban. Akkor most a csatornad után térjünk rá egy kicsit a rád, mint egy ilyenre. Hogyan változtál te, és hogyan a baráti köröd, a családi köröd a videózás hatására? Na hát ez egy nagyon érdekes kérdés, erre nem voltam felkészülve, vagy nem gondoltam végig. A baráti köröm az folyamatosan változott. Én sokat költöztem, sokat utaztam, és viszonylag több helyen megfordultam már, több, több környezetben. Van egy stabil baráti köröm nyilván, tehát ez a... a Kemény mag. Igen, igen. A gyerekkori barátok otthonról, stb. Ez Én? nyilván megmaradt, viszont úgy a szélesebb baráti köröm az változik. De ez annak is betudható, nem... nem nem akarom azt mondani a videózás miatt, de tudom, hogy vannak olyan emberek, akik emiatt, vagy a nézeteim miatt, vagy amiatt, hogy én nyilvánosan vállalom a nézeteimet, emiatt hátráltak ki mögölem, vagy mellőlem, vagy hogy lehetne ezt nevezni. De úgy érzem, hogy hogy ezzel nincsen semmi gond, nem kell egyetértenünk, viszont nem hiszem azt, hogy azért, mert nem értünk egyet politikai kérdésekben, ezért nem lehetnénk aktívan barátok valakivel. Te többnyire egyébként a fiatalok felé orientálódsz, és én így látom, mi a fiatalok elérésének a titka? Vagyis ha te mondjuk lesz egy gyereked, akkor te őt hogyan fogod nevelni digitális szempontból? Kiváló kérdés, ez, ez még várat magára, majd a gyakorlatban kiderül erre. Nem, rengeteg tervem van, de igazából párommal is hasonló, tehát ezt hasonlóan látjuk a gyereknevelés kérdését, de ez majd a gyakorlatban eldől. Viszont mindenképpen hiszek az értékrend, tehát abban, hogy meg kell tanítanunk a gyerekeinket arra, hogy milyen értékrendjük legyen, mert az, hogyha betanítat, betanítatunk velük bizonyos dolgokat, hogy mit, mi, hogy mit csináljanak, az nem elég, meg kell érteniük, hogy miért teszik azt, vagy miért, miért úgy teszik, ahogyan. De ez egy teljesen másik kérdés. Illetve az, hogy a fiatalok megszólítás, én soha nem terveztem, hogy a fiatalokat akarom. Ez nálam soha nem volt kritérium, hogy fiatalokat akarok megszólítani. Én néztem YouTube-on tartalmakat, és akkor ez yeah. tök akkor én is csinálok ilyet, és elkezdtem videókat készíteni, és akkor így kiderült, hogy a nézőimnek a ez engem is meglepett, amúgy a nézői 80% a 35 alatti például, a 60% pedig abszolút 25 alatti, és sőt, a fele pedig városi, Budapest és nagyobb városok Magyarországon. Tehát ez, ez engem meglepett, én sem hittem ezt el. De úgy látszik, sikerült, nem tudom mi a titka, viszont ha véleményemre vagy kíváncsi, akkor azt mondom, hogy hogy az önazonosság a néha helyenként öniróniával, mert az is kell, és, és a, a, az a fajta tartalom, ami, ami tényleg őszinte tőled jön, és nem azért, mert mert nem tudom, mert úgy érzed, hogy ezt kell csinálni, mert láttam olyan tartalomkészítőket, akik beleállnak a legtrendibb trendekbe azért, mert ez trend, ezt Ezek a rendvideósok mm. így sikerül így sikerült, így sikerült komoly bázisokat építeniük, hogy a, leg, a, a legpörgősebb témákba beleállnak, hol Berki Krisztián, hol, hogy hívták azt a... a most volt egy botrány celebeknél, nem, nem vagyok otthon a celebvilágban. Én se úgy őszintén. Úgyhogy nem is tudok neveket mondani. A kulcseredináik? Biztos, igen. Fogalmam sincs. Tehát, hogy ez én, én, ebben nyilván, ha beleállnék és elkezdenék beszélni róla, akkor, akkor nekem is lenne több nézem, és ebből a körből is jönnének hozzám, de... Tehát akkor te nem a, minő, a, mennyiségre, hanem a minőségre mész. Ezt sem mondom, mert azok a nézők is minőségiek, csak én inkább más tartalom felé mennék, és én azt mondom, ahogy az előbb is fogalmaztam, nem értek a belső égési motorokhoz, nem is beszélek róluk. Tehát, hogy nem az én világom, nem érdekel, úgyhogy nem hiszem, hogy e felé kell mondom, még hogyha több nézőt is jelentene. Hogy látod, mi fiatalok mennyire mozgunk otthon és megfelelően otthon a politikába? Tehát mennyire van jó világnézetünk, mennyire vannak jó látásaink, hogy látod? Bár tudnám. Hát igazából az... A, a tapasztalataid alapján nyilván. A nyelvbotlás, a tapasztalataim azt mutatják, hogy hogy... Mindenkinek, mindenkinek van egyfajta meggyőződése, valaki meg tudja indokolni, valami, valaki nem. Én el tudom fogadni azt is, hogyha valaki nem velem ért egyet, amennyiben meg tudja azt indokolni, és vagy hajlik arra, hogy esetleg meggyőzzék őt, vagy nem is meggyőzik inkább a párbeszédre. Tehát találkoztam olyan fiatal, aki határozottan baloldali nézeteket val. És beszéljünk akár a Pride-ről, amikor ott készítettem interjúkat emberekkel, és voltak olyanok, akik a teljes élővágatlanban benne is van, akik tökéletesen kifejtették a nézeteiket, és semmi olyan, nem is, nem is tettem fel, akik semmilyen pikirt kérdést, mert megkérdeztem, válaszoltak, ugyanabban a minőségben válaszoltak, ahogyan én kérdeztem, ugyanabban a hangnemben, és nem éreztem azt, hogy 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 ők, ők, nem hinnének ebben, és ők hisznek abban, amit követnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy én elfogadom azt. Persze hajlok arra, hogy meggyőzem arra, hogy nekem van igaza, mert mindenki azt, hogy neki van igaza, de el tudom fogadni, hogy miért hisz, ez legalább meg tudja indokolni. De az a, a tapasztalatom azt mutatja, hogy néhány ilyen fiatalabb barátom pedig inkább csak az iskolai születekről beszámolva, hogy visítanak egymásra a 15-16 éves diákok, és Jakab Pétert utánozzák, bőrcsekit dobálnak, és az ő hát elhíresült mondatait ismételgetik, mert menő. De, de most, ez, most csak egy nagyon sarkos, például az egyik osztályban ez megtörtént, ismerősen mesélte, és nem értem, hogy miért van ez, de van egy másik osztály, aki meg konkrétan Orbán Viktorra felnéz, mert egy vezetőt lát benne, tehát ez megoszló, hogy kinek van igaza, ezt nyilván, hogyha engem kérdezel, egyértelmű a válasz, viszont hogyha egy másik oldalt, akkor persze más, és hogy most a fiatalok mennyire vannak ezzel a képben, azt én nem tudhatom. A egyébként hogy áll hogy te YouTube-ozol, vagy te ilyen műsorvezető, vagy a Pesüti Tehát hogy, hogy, áll ehhez a feleséged? Kiváló, tehát hogy igazából. Abszolút, és ezt el kell mondanom, hogy mivel hogy ő grafikus, ezért ő készíti a borítóképeimet. Úgyhogy... Hatalmas segítségek. Közlekedni. Igen, tehát hogy a, néze a nézettségem 20%-a az neki köszönhető. <laughs> most térünk rá a politikára. Téged, mint egyén, mióta érdekel a közélet, mióta foglalkoztat? Hú, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, én szerintem 16 7-8 lehettem, amikor elkezdtem ilyeneket olvasgatni, de akkor én... És ez köthető valamilyen eseményhez, botrányhoz? Hmm. Vagy csak úgy elkezdett érdekelni? Valahogy felugrott egy tartalom, elolvastam, érdekes volt, olvastam egy újabbat róla, ilyen alcémek közben, átívelő cikkek, átidaló cikkek, olvasgattam, megtetszett, és ugye ez, 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 évek hosszú sor, amire kialakult egy irány, egy, egy nézőpont, amit, amiben én hiszek, mondjuk legyen így. De azt kell, hogy mondjam, a 20-as éveim elejétől foglalkozom vele aktívan. De hamarabb foglalkoztam külpolitikával, mint mondjuk Magyarország belügyeivel, ezt, ezt azért hozzá kell tennem. Nekem az, engem az jobban lekötött akkor. Te magad egyébként függetlennek gondolod, vagy függetlennek tartod így a tartalomgyártás szempontjából, tehát nem kötődsz egyik oldalhoz se? Tehát, hogy a politikai oldalról kérdezed, vagy ideológiai oldalról? Politikai. Politikai oldalról azt mondom, hogy nem vagyok pártatlan. Tehát én soha nem mondtam azt, hogy pártatlan lennék. Független, a független definiáljuk a független. Ha úgy definiáljuk a független, hogy senki nem mondja meg, hogy miről készítsek tartalmat, akkor független vagyok. Ha úgy definiáljuk a független, hogy valamilyen irányba szeretném, hogyha emberek, szeretném meggyőzni az embereket, vagy szeretném megmutatni az embereknek az én nézőpontomat, akkor nem vagyok független. Hogyha viszont ideológiai oldalról beszélünk, mert nem szeretem azt a kérdést, hogy független vagy, és akkor most elkezdhetünk pártpolitizálni. Én szeretem ezt úgy megfogni, hogy ideológia szempontjából mit képvisel az egyik oldal, majd mit képvisel a másik oldal. És hogyha lebontjuk a pártokat, ha veszük csak tisztán az ideológiát, és levesszük róla a pártokat, akkor megfigyeljük, hogy, hogy hol milyen értékrend szerepel. És én a konzervatív értékre mellett teszek hitet, és amelyik párt ezt képviseli, vagy a legjobban képviseli az én számíze szerint, amellett fogok, úgymond amellé húzok, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy nekik dolgozom, vagy az ő szekerüket tolnám, mert hogyha az én választott képviselőm, vagy politikus, vagy pártom kihátrálna e mögül, az ideológia mögül, akkor én többet nem támogatnám őt, őket, vagy a pártot. És hogy látod, hogyha esetleg kormányváltás lenne, akkor mi lenne nektek jobb oldali a sorsa? változna valami? Nem hiszem, hogy változna. Nem hiszem, hogy, 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 igazából ezt nem tudom megmondani, Ugyanúgy, ahogy a jelenleg a Telex Index HVG 24.4. Külföldről kapnátok pénzt? Kérdője kérdője. <laughs> nem hiszem, nem, nem tudom ezt megmondani, de ebben ilyen szinten nem vagyok benne, de ugyanúgy, ahogy a Fidesz alatt 12 évig nem történt semmi konkrétum, semmi baj a, a baloldali sajtóval, úgy nem hiszem, hogy lenne egy, egy esetleges baloldali kormányzásnál problémánk nekünk. Tehát, hogyha nyilván megpróbálnak mindent megtenni, most is megpróbálnak mindent megtenni, annak érdekében elhallgattassanak minket, például a Fekete Győr András ő volt az, aki azt mondta, hogy el lehetetleníteni a Fideszes, nem tudom, mondhatok itt obszén szavakat, de segnyalók mi az a munkáját, vagy valami ilyesmit mondott, úgyhogy érdekes, tehát voltak ilyen kifejezései, úgyhogy nem hiszem, hogy bármi probléma lenne, bízunk a legjobbakban. És a Pesti tv se félted ilyen szempontból? Nem félteném emiatt. Most kicsit aktuál is belemegyünk, ha nem gond. Szerinted lesz ismét kétharmad? Hú, hát én, 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 nem tudok erre mit mondani, én nem követem ezeket a kimutatásokat, én mindig azt mondom, azért megyek el szavazni, hogy legyen. Tehát hogy én, én nyíltan vállalom a nézeteimet, én oda teszem a voksomat, és azt mondom, igen, legyen, hogy most lesz -e, vagy nem, ezt nem tudom megmondani. Öm, még hogyha a véleményemre vagy kíváncsi, akkor ak akkor sem tudnék mit mondani, mert, mert egyszerűen olyan, olyan kaotikus most az egész, nem látom át. Viszont remélem, hogy lesz, igen. Amikor Márkizaj Péter a ellenzéknek a jelöltje belépett a politikába, akkor ő úgy lép elő, mint egy ilyen jobboldali figura. Mostanában viszont a sajtó inkább baloldalinak bélyegzi. Szerinted mitől baloldali Márkizai Péter? Attól, hogy mondta. Mondta. Persze. Volt van egy videó is hogy amikor azt mondta, mi a baloldalon, így voltak ilyen kijelentése, és aztán volt egy másik, és megvan a számítógépemen, nem, nem a sajtó bélyegzi Márkizajt baloldalnak én azt látom, Márkizaj saját magát bélyegzi baloldalnak, illetve most mondjuk beszéljünk így, jó? Amikor Majka Szijjártó Péterre pózolt egy közös fényképet, vagy kisgolf, vagy bárki, akkor az aktuális hírességet automatikusan abban a pillanatban a baloldal egy emberként bélyegezte Fidesz csicskának, illetve különböző jelzőkkel, illetve amiért. Amikor Márkiza, a Gyurcsány, a Karácsony Gergely, a Dobrev Klárral, a Jakab Péterrel, kit hagytam ki Fekete egy színpadon, és ugyanazt az értékrendet vallja, ugyan egy pár szövetségben áll, ez számukra nem jelenti azt, hogy Márki Zaj az ő emberük, vagy az ő szövetségesük lenne. Az, hogy Majka Szijjártó alpózó, ez Majkát Fideszesé teszi. Tehát ilyen szempontból ez a kettős mérce, ez az, ami engem ki tud borítani leginkább. Igaz, nálam azért elég magasan van az üvegplafon, de ez a fajta demagógia, ez kiborít. És Márki Zaj saját magát tette baloldalébe az egyrészt ahogy hogy mondta, B, hogy úgy viselkedik. Márki Zaj, Péter, ugye több Deák felhívta például, hogy vitázni szeretne téged, hívott már? Engem nem, de én. Kiállnál nem is... eleme? Nem, tehát, hogy nem, nem, nem tudom, hogy kiállnék-e vele vitázni, nem tudom, hogy miről tudnék vitázni, hogy miniszterelnök jelöltel legyen most. Uh akármilyen miniszterelnök jelöltről is beszélhetünk, de nem, nem, hiszem, hogy tudnék vele érdembe vitázni, nekem nincs akkora tárgyi tudásom, mint az ő stábjának, úgyhogy én nem hiszem, hogy velem kellene vitázni, de nem, nem hívott. Viszont én nem, is, nem is nagyon járok ilyen utcai riportokra, és Daniék pedig nagyon keményen nyomják ezeket, meg Daniék nagyon, nagyon keményen felvették a kesztyűt, én más ringben játszom. Viszont, viszont baloldali influencerekkel nagyon szívesen vitázom. A hetekben volt egy tüntetés, Pály Véreszenen volt Finn belügyminiszter mellett, ugye, akit azért hitelt, vagy azért van most a bíróság előtt, mert egy bibliából származó idézet tett ki. Ti miért nem voltatok kint? Vagy felteszem, kint voltatok? Én személy... az a baj, hogy én legtöbbször csak magamért felelek, illetve a közvetlen munkatársaimért. Nem tudom, hogy ki volt kint tőlünk, általában mindig van stáb, aki kimegy az ilyen helyszínekre, nem tudom, hogy ki volt, mert ez egy másik osztály, másik réteg, de mondom, én, én személyesen nem voltam kint. Most csak Pesti tv lenne egy kérdésem. Mennyire tartod előnyösnek és jónak azt a cinikus hozzáállást, amit szoktatok tanúsítani a Pesti TV-ben? Mondj egy példát. Hát például, amikor a politikai hobbistában azért sok kérdéshez úgy álltak hozzá, tehát ugye a liberálisokat támadó, cinikus válaszokkal, megjegyzésekkel. Tehát ezt nem tartod ezt kontraproduktívnak? Nem, nem, tudom, hogy miről, nem tudom, nem értem a kérdést, mert igazából mondtál egy állítás, viszont nem fedi, nem fedi, egy, egy konkrétum. Ha mondasz egy konkrétumot, én arra nagyon szépen. Most nem arra... kerestem ki egy na, na itt a hiba, mert ilyen alapon én is tudok mondani rengeteg mindent, rengeteg minden médiaorganomra, de ez nem gond. Köszönöm a kérdést, csak azt kell mondanom, hogy ott a véleményünk hangzik el. Tehát az, hogy most én hiszek a szólásszabadságban, és hogy az, hogy most ez mennyire kontraproduktív, azt én nem tudhatom. Nem hiszem, hogy az, mivel valakinek ezeket is ki kell mondani. És ameddig önazonosak vagyunk, nem pedig nem pedig a bárkinek a megrendelésére dolgozunk, szerintem nem tud kontraproduktív lenni egy műsor, mert azt mondjuk, amit gondolunk, és mi vagyunk ott, mi vállaljuk ezeket, és nem mondjuk azt másnap, hogy mi nem is úgy gondoltuk, nem azt gondoltuk, nem úgy mondtuk, és nem állott mellettünk egy szőke szájkosár, aki azt mondaná, hogy nem mondjuk ezeket. Nem akartam erről beszélni, de igazából ez egy olyan téma, ami az elmúlt pár hét miatt eléggé felkapott lett az orosz-ukrán helyzet. Ugye te, igen. vagy, vagy hát voltál, mert ugye most már átköltöztél. Már igen, már egy közel egy évtizedet, de tekintsünk úgy, hogy, ott éltem 22 évet, úgyhogy ezért nyilván vannak ott rokonaim, barátaim, stb. Milyen volt Ukrajnában élni? olyan, mint mint Szomáliában, csak vezetékes vízzel, meg fehér emberekkel. Nem, nem, ezt, nem. Ezt csak poénak szántam, de milyen volt Ukrajnában élni 2014-ig teljesen átlagos. Én ezt el is mondtam egy videómban talán, hogy a, a még kisebbségiként is, mert akárhonnan nézzük, magyarként kisebbségi vagyok, de még kisebbségiként is egy nem egyszerű, de, de relatívan kiszámítható életet élt élet ott az ember. Dolgoztál, megkapta érte a pénzt, korrupció volt, tehát borzasztó korrupt volt az ország, miért beszélek múlt időben. borzasztó korrupt az ország, és gyakorlatilag kiszámíthatatlan az, hogy te most kinek mit fizetsz le, meg mit, mit, mikor mennek úgy hozzáadod a rendőrök, hogy le kell őket fizetni, mert azért állítottak meg az úton, hogy lefizes. Ez megtörténik, ez a valóság, és ez nem úgy, nem úgy, mondom ezt, mint hogy ez valami mese lenne, ez kőkeményen ott még mai napig működik. Viszont, viszont ez még mindig úgymond kiszámítható volt, mert tudtad, hogy ezzel együtt is te úgy, úgy kb. tudsz élni. 2014-ben el, elkezdött egy, Ukrajna demokratizálása, mondjuk így, különböző erők által, és megpucsolták az akkori kormányt, ami nem volt jó, nem volt demokratikus szerintem, és nem volt jogállami sem semmilyen formában. Viszont ami jött helyette, az borzasztó volt. Tehát, hogy konkrétan elvették a kisebbségek szabad nyelvhasználatát, olyan törvényeket kezdtek el hozni, ami, ami konkrétan a lakosság a, lakosság ellen volt, mert ugye ott rengeteg az orosz, orosz, anyanyelvű, magyar anyanyelvű, és ezeket az embereket nem hagyták, nem, tehát nem, engedték, hogy saját anyanyelvükön beszéljenek, akár középületekben, iskolákban. Tehát borzasztó szörnyű volt az, hogy azt láttam, én akkor már nem éltem ott, hogy olyan törvényt hoztak, hogy az iskolában a takarítónő, a takarítónő a folyosón a másik kollégájának ukránul kell, hogy szól, megszólaljon, mivel ez az államnyelv és középületben nem lehet magyarul beszélni. Vagy idegen nyelven. Egyébként a mai napig így van, vagy hát mai nem, napig így van ez? Nem vagy... tud, az a baj, hogy gyakorlatban ez elvileg, tehát elvileg ennek így kell lenni, hogy valaki ezt betart, betartja, vagy betartatja egy teljesen 90%-os a homogén magyar közösségben, ezt én nem tudhatom, viszont abban biztos vagyok, hogy lenne rá igény, hogy, tehát a besugókra lenne igény. Tehát ez, ezeket volt olyan, hogy a Kárpátai Magyar, második Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskolát konkrétan az ukrán hatóság megszállta, és, és a könyvtárban az összes könyvnek az összes lapját átvizsgálták. Tehát olyan vádakkal illeték, hogy el akarják szakítani Kárpátát, Ukrajnát. Tehát rengeteg ilyen probléma volt, és azt hiszem a KMKSZ elnökét is, elnökénél házkutatást tartottak, és a szeparatizmusra való bizonyíték az egy nagy Magyarország térkép volt a falon. Tehát, hogy ott, ami megtörtént, ezért mondtam, hogy az egy, az egy ilyen visenrendelt Észak-Korea. Márkizai Péter az elmúlt pár napban, vagy pár órában, már nagyon gyorsan történnek az események, azt mondta, hogy a kárpátai magyarok orosz pártiak. Ez egyébként mennyire igaz? Vagyis hát ugye nyilván ez nem szerencsés kijelentés, mert ezzel lényegben felhelgelte az ukránokat, ha ezt meghallják a kárpátai magyarok ellen, de hogyha most az igazság is ott tekintjük, akkor ez mennyire igaz? Vagy érdekli őket az a egész politika ott ami ez az én véleményem, tehát én nem képviselhetem a kárpátai magyarságot, sőt én csak magamat képviselem, de azt kell, hogy mondjam, hogy kárpátaiak ukrán kormány ellenesek. Tehát az ukrán hatóság, vagy az ukrán kormány intézkedései ellen vannak, nem pedig az ukránok, vagy oroszok mellett, vagy ellen. Nem hiszem, hogy, hogy bárki is orosz párti lenne ott ilyen nyíltan, és azt mondaná, hogy jöjjenek be az oroszok, és rohanják le. Én, én nem hiszem, hogy bárki ezt így komolyan gondolná. Nyilván vannak szélsőséges emberek, láthattuk mindenhol, lást Márkizai Péter, úgyhogy vannak emberek, akik nyilván tesznek meggondolatlan kijelentéseket, nem mondom, hogy nincs ilyen, és azt sem mondom, hogy Márkizai Péter nem hallotta valahol félféle, hogy valaki ezt mondta volna, de én kizártnak tartanám, hogy bárki is az oroszokat pártolná ebben a helyzetben, és mindenki a háború végét akarja. Az viszont, hogy nem örülnek annak, amiket az ukrán kormány bevezetett, vagy fogalmat is tudott, vagy ahogy el, megpróbálta el lehetetleníteni a kisebbségek életét, abban biztos, hogy ennek senki nem örül, én sem. De ez nem azonos azzal, hogy orosz párti lennék. Ha pedig most ebből, kiindul, ebből kiindulva, akkor már kizaj, milyen párti? Tehát, hogy, hogy akkor ő most ő azt mondja, hogy ne gyurcsányozzák őt össze, mert ő nem gyurcsánypárti, viszont a kárpátaiak mivel nem értenek egyet az ukránokkal, azért orosz pártják. Ez annyira nonsens, annyira már kizaj, Péter. <laughs> Ugye te kinéltél, nem tudom, mennyire tapasztaltad az ottani katonai helyzetet, de hogy látod, meddig fogja bírni Ukrajna ezt az egész nyomást? Mert azért valójában az orosz hadsereg nem kicsi, és a kárpátai magyarság szempontjából ez hogy nézhet ki? Vagy te mit látsz? Ukrán hadsereg, mondok egy példát, Ukrajnában kötelező a sorkatonaság, viszont Viszont ez úgy kötelező, hogy elvisznek, és legalábbis Carpeterra azt, azt tapasztaltam, hogy sokan elmentek, és ilyen a földeken dolgoztak, vagont pakoltak, és ilyen-ilyen ilyen laktanyát takarítottak, és sokan azt mondták, hogy hónapokig lőszert nem láttak mert annyira nem volt kiképzés, mert egyszerűen nem foglalkoztak ezzel helyett, legalább ellopták az rsz támogatásokat a tisztek, illetve a, a vezetőség. Na most az ukrán hadsereget én nem hiszem, hogy olyan konkrétan kompetens lenne, tehát vagy, vagy bármennyire is hadképes lenne az orosz hadsereggel szemben különösképpen nem, és mondok egy másik példát, ez a feleségem, ő is kárpátai, és az ő szomszédság, ami valami ismerősével történt, hogy konkrétan a egy 30-35 éves srác elveszítette a karját egy motorbalesetben évekkel ezelőtt. Megkapta a behívóját, megjelent a hat kiegészítő parancsnokságon azzal, hogy figyelj, nincs kezem, és mit szeretnétek tőlem. Azt mondták, hogy menjen, emiatt, menjen -e ezzel a megyeszékhelyre panaszkodni, ők ezzel nem tudnak mit kezdeni. Tehát, hogy konkrétan ilyen szinten van az ukrán, hogy is fejezzem ki magam, nem, nem feltétlenül közigazgatás, nem, ez nem jó szó, inkább a, maga az administratív munkájuk ilyen szinten már egy kockás füzetben vezetik a, a betegek kórlapját sok helyen. Tehát, hogy ez, 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 ez nonsens, ami ott működik, és nem hiszem, hogy, hogy sokáig bírnák. Én, én legjobban azt szeretném, hogyha ennek vége lenne minél hamarabb, de hogy ez, ez hogy fog véget érni, azt én nem tudhatom. És most térünk rá az utolsó téma együttesünkre, ez a kereszténység. Te a videóidban erről annyira nem beszéltél, te magad kereszténynek vallod, vagy gyakorló keresztény? Igen, én mondanám, hogy gyakorló keresztény vagyok, már amennyire lehet gyakorolni, vagy már. Igen, most ez megint egy olyan kérdés, én azt mondom, hogy gyakorló keresztény vagyok, de ezt nem én döntöm el. Tehát, hogy ez mindig a mértékegység kérdés. Saját mércémmel igen, de más mértékegységével meg lehet, hogy nem lennék az, vagy nem elég jól. Most itt vagyunk ugye a Hit Rádióba, ami a Hit a, rádiója. Neked mi a a Hit megmondom őszintén, nem igazán alkottam eddig komolyabb véleményt, tehát hogy nem, soha nem mozogtam ebbe az irányba, nekem erről véleményt kell alkotni, nem nagyon követtem a munkátokat, vagy a munkájukat, úgyhogy nem igazán van különösebb véleményem erről. Rendben, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívást, és köszi, hogy itt voltál. A hallgatóknak megköszönjük a megtisztelő figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!